itt választható ki, az itt foglalható le a lomtalanítási időpont. Vagyok. Itt már látjuk egyébként, hogy betelt, már csak egyetlen egy időpontból választhatunk. Először is meg kell adjuk a bevőazonosítót, ezt a számlán fogjuk megtalálni, itt segítséget is kapunk. Számla részletező oldalon, harmadik oldalon fogjuk megtalálni. Név, cím, telefonszám, valamint a választott időpontot. És akkor ezt ilyen egyszerű online időpontot foglalni az Éjszaka a Földi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján. Emellett lehetőség van telefonon keresztül is segítséget kérni a társaság munkatársaitól. Ezt ki is használja a megye lakossága, szinte egész nap csörög a telefon. Tessék, lomtalanítás! Az évi egyszeri lomtalanítás ingyenes azok számára, akik szerződésben állnak az Éjszaka a Földi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. Az új rendszer bevezetésére azért is volt szükség, mert korábban nem csak a szerződött ügyfelek használták ki a lomtalanítás adta lehetőségeket. Rengeteg illegálisan lerakott hulladék volt, illetve olyan személyek is helyeztek el hulladékot közterületen, akiknek erre nem volt jogosultsága. Gyakorlatilag ez az új rendszer a törvényi szabályozás keretein belül pedig lehetőséget ad arra, hogy csak azok a személyek ingyen és bérmentve tudják rajtunk keresztül elszállítani a lomhulladékot, aki a nyilvántartásunkban közszolgáltatásra kötelezett, díjfizetésre kötelezett ingatlanhasználó, vagy társasház, vagy lakásszövetkezet. A hulladékot tilos közterületen elhelyezni. Lakóházak esetében ezt a kerítésen belül kell összegyűjteni, ha megérkezik a szállító autó, onnan viszik el. Társasházak esetében a közös képviselő feladata, hogy megszervezze a lomtalanítás időpontját és a konténerek érkezését. Háztartásonként 2 köbméter hulladék adható le. Egy 80 lakásos társasháznál ez 80x2 köbmétert jelent. Nem mindegy azonban, mi és hogyan kerül a konténerekbe. Ez a lomhulladék szállítás kimondottan a nagyméretű hulladékok begyűjtésére szolgál. Ez alatt azt értem, hogy a mindenféle nagy bútor, ágy, matrac, szekrénysor, székek, asztalok, ezek lehetőség szerint azért legyenek szétszerelt állapotban, mert nyilván úgy egyszerűbb az elszállítása ezeknek a tárgyaknak, de ide tartozik még a gumimatrac, a játékok, a ruhák és textilek, azok lehetőség szerint bálázott vagy átlátszó zsákban vagy dobozokban, göngyölek formájában legyenek kihelyezve. A vegyes, a szelektív és a veszélyes hulladék azonban nem szállítatható el az időpont foglaláshoz kötött házhoz menő lomtalanítási rendszerben. Időpontot foglalni március 31-ig van lehetőség, április elejétől pedig a mögöttem látható kukás és konténeres autók elkezdik járni a megye településeit, és begyűjtik a lakosságnál összegyűjtött lomokat.